Ágyúszóval vette kezdetét Kőszegen a második páratlan párlatnap, de nem csak a lövés emlékeztetett a török időkre. Alapvetően egy ilyen mázas alja van, ebbe körülbelül olyan 4 deciliter bort tudtak beletenni, ebbe különböző gyógynövényeket tettek valószínűleg, és ez a nagy kupola volt az a hűtő közeg, ahova lecsapódott a pára. Ez az edény pontos mása egy az 1532-es török ostrom előtti időkből való régészeti leletnek, ebben főzték egykor Kőszegen az életvizének nevezett italt. Ebben készítettek a Jurisics várban párlatot, méghozzá égetett borból, gyógynövények hozzáadásával, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a kőszegi vár volt az egyik, hanem a legrégebbi bizonyítottan pálinka főzőhely az országban. A Magyar Pálinka Lovagrend és a rendezvény közös célja, hogy minőségi pálinkák készüljenek az országban, ezt szakmai előadásokkal is segítették. Mindig egy nagyon pici kortyot, azt ugye megforgatjuk, megrágjuk. A zsűri elnöke, Vas megye egyetlen női pálinka mestere azt mondja, fontos a szín, az illat és többek között a zamat is. Rekordszámú lett a minta, ugyanis 152 tétel került nevezésre, és hát elmondhatom, hogy javuló tendencia mutatkozik a minőségben mindenképp, tehát szinte csak az egyharmada, vagy kicsit kevesebb, mint az egyharmada volt olyan tétel, ami nem ért el nevezést. Ez azt jelenti, hogy a nagy többség az minőségű pálinkát neveztetett, vagy versenyeztetett. Az egyik szombathelyi főzde 4 pálinkáját is nevezte a versenyre. 4 éve működünk Szombathelyen, kereskedelmi főzdéként 1 éve, előtte bérfőzdeként működött az üzem. Hát Kőszegre mindenképpen kötelező eljönni, ugye itt nagy hagyománya van a pálinka főzésnek. A versenyhez kapcsolódó fesztiválon a hagyományos pálinkákon kívül több különlegességet is megkóstolhattak a látogatók. Nagyon finom, azért kóstoltam meg, mert már neve alapján is nagyon megtetszett, és hát kíváncsi voltam, hogy milyen ízű. Mit ívott? Ez a háremet. A páratlan párlatnapon helyi termékekkel, süteményekkel, sőt frissen sült töpörtyűvel is megvendégelték az érdeklődőket.